Sok szeretettel köszöntöm a Répce TV nézőit és követőit, önök hírperceinket látják. Tartsanak velünk ma is! A képviselőtestület munkarendszerinti áprilisi ülése a szokásoknak megfelelően a polgármester két találkozás között eltelt időszakról szóló beszámolójával vette kezdetét. Szabó József ennek keretében többek között elmondta, sikeres katasztrófavédelmi gyakorlat zajlott a városban, mely elsősorban az elméleti felkészültségre fókuszált. Jövőre várhatóan a gyakorlati tudást vizsgálják majd a betervezett felmérésen. Városunk vezetője részt vett a Sárvári Rendőrkapitányság évértékelő értekezletén, melyen elhangzott. Az eddig is kiváló bűnözési ráta szerencsére a legtöbb területen nem romlott. Kivételt képez ez alól a digitális bűnözés, amely sajnos egyre elkeserítőbb méreteket ölt ebben a térségben is. Tájékoztatta a polgármester a testületet arról, hogy a múlt héten megtörtént szerződést kötést követően hamarosan megkezdődnek a TOP Plusz pályázat kivitelezési munkálatai. Május 7-én zajlik majd le a munkaterület átadás. Szabó József örömmel számolt be róla, úgy tűnik, hogy eredményesek voltak azok a hónapok óta zajló tárgyalások, aminek folyománya kép egy bevásárlóközpont épül Répcelakon. A korábban, amerre tovább Répcelak kérdőívben sarkalatos problémaként kikristályosodott kereskedelmi hiátust, egy befektető cég Spár áruház építésével tervezi betölteni. A beruházó képviselője járt Répcelakon, és felmérve a lehetséges helyszíneket, a sportpálya 86-os főút felé eső, üres füves területét találta alkalmasnak a szupermarket felépítésére. A tervezés és a terület átminősítési folyamat már el is indult. Az üzletház előreláthatóan körülbelül egy-másfél év múlva nyitja meg kapuit, és nagyjából 20 főnek biztosít majd munkahelyet. A polgármester allól tájékoztatta a képviselőtestületet, hogy egy másik cég, a Tetra Bábolna is érdeklődést mutat városunk iránt, szándékuk szerint a Belet felé vezető főút mentén a városon kívül építenének fel egy üzemet, ahol éves szinten 30 millió tojást keltetnének ki. A település rendezési tervben ipari területként szereplő 10 hektáros földből 2 hektárt vásárolnának meg erre a célra a tulajdonos magyar államtól. A cég a későbbiekben körülbelül 30 főnek kínálna munkalehetőséget. A megvalósulás feltétele a Tetra és az állam közötti területvásárlás realizálódása. A tájékoztatót követően Szalainé Kutasi Ildikó, a Humánpolitikai Bizottság elnöke számolt be a grémium saját hatáskörben hozott döntéseiről. Elmondta, 300 ezer forintot biztosítottak a Nyitott Tér Kulturális Egyesület részére komoly zenei koncert rendezéséhez. 100 ezer forintot pedig az Irodalmunk Gyöngyszemei rendezvénysorozat finanszírozására kapott a civil szervezet. A Rakuráj Karate Egyesületet 300 ezer forinttal támogatják a 15. Rakuráj Kupa megszervezésében. Ezt követően kezdetét vette a napi rendek tárgyalása. Az első pont keretében a Répcelak részvételével működő kistérségi társulásokról szóló beszámolót fogadták el a városatyák. Az óvodát és 2023. július 1-jéig a védőnői szolgálatot működtető Répcelak és térsége önkormányzati társulás esetében az év során komoly változás történt, ugyanis az említett dátumtól kezdve az állam az egészségügyi feladat ellátás körében gondoskodik a védőnői ellátásról, tehát a védőnők nem a települési önkormányzatok alkalmazottai már, felettük a munkáltatói jogokat az irányító vármegyei intézmény esetünkben a Markusovszki kórház gyakorolja. A Sárvár és térsége több célú kistérségi társulás egyetlen feladata az orvosi ügyelet központosítását követően a család és gyermekjóléti szolgálat működtetése, melyet a benne lévő önkormányzatok megelégedésére lát el Tuloktót Andrea vezetésével.
Városunk a Nyugat-Dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás tagja. Mint mindenhol, így Répcelakon is 2023. július 1-től a Mohu MOL hulladékgazdálkodási ZRT végzi a települési szilárd hulladék begyűjtését és kezelését. A tényleges munkákat városunkban továbbra is az eddigi szolgáltató, az STKH végzi. Az egészségügyi feladatellátási szerződések tekintetében a házi orvosi körzetek és a fogorvos esetében nincs változás, ellenben a gyermekorvosi feladatok ellátására a dr. Puc Máriával 2024. június 30-ig érvényes szerződés lejártát követően 2024. július 1-től dr. Izer Ildikóval szándékozik megállapodni a városvezetés. A továbbiakban arról döntöttek a képviselők, hogy Répcelak ebben az évben is nevez a Virágos Magyarországért verseny felhívásra két kategóriában, a teljes településképpel, valamint a legvirágosabb főtér címre. A 600 millió forintos toppályázat kapcsán a szerződéskötéskor elhangzott, a projektet elnyert Balázs Közmű Kft. Nyertes ajánlata bruttó 362 millió forint volt, tehát jóval kevesebb, mint az elnyert összeg. Szerencsére a támogatási összeg és a kivitelező által adott ár különbözetét nem kell visszaadni, azt további projektelemek megvalósítására lehet fordítani. Így a répcelaki képviselők arról a nagyon kellemes problémáról tárgyalhattak, hogy mire költsék ezt az összeget. Átbeszélte a testület az önkormányzati tulajdonban lévő 15 lakás helyzetét. A többféle jogcímen használatba adott lakások kapcsán felmerült kérdésekről egyelőre folyamatban van az álláspontok ütköztetése és összehangolása. A döntést a következő találkozásra halasztotta a testület. Az ülés teljes anyaga a város honlapján elolvasható. A sportpályán, a régi betonos kézilabdapálya területén kihelyezésre kerültek azok a felújított görpark elemek, amelyeket a város használtan vásárolt és renováltatott. Az eszközök használata komoly szabályokhoz kötött, melyeket ott kiírva is elolvashat mindenki. Zanzásítva tehát a következők a legfontosabbak. Először is, mivel már most is sok kisgyermeket látni ott, azt mindenképpen tudni kell, hogy a pályát 8 év alatti gyermek nem veheti igénybe, még szülői felügyelettel sem. 14 év alatt felnőtt felügyelete mellett ajánlott. Ha baleset történik, azért a tulajdonos felelősséget nem vállal. Az esetleges sérülés, baleset minden felelőssége a felhasználó személyt, illetve annak kiskorú volt esetén a szülőt terheli. A pályán kizárólag görkocsolya, gördeszka, roller és BMX kerékpár használata engedélyezett. Egyéb sport és közlekedő eszközzel a pályára menni tilos. A védőfelszerelés, ebben értendő a bukós is, a kis használata minden felhasználó számára kötelező. Értelemszerűen tilos a dohányzás és nyílt láng használata, valamint alkoholfogyasztása a pálya területén. Az is egyértelmű, hogy az elemekben okozott anyagi kárt a károkozónak kötelessége megtéríteni. A pálya területére állatot bevinni tilos. A játszópark a sportpálya nyitvatartási idejében használható a felsorolt és ott is kifüggesztett szabályok betartása mellett. Jó pár esztendő kihagyás után idén újra szerveztek répcelaki majálist. A program a régi idők május 1-jét idézve lufis felvonulással vette kezdetét, melyen feldíszített traktorokra, tűzoltó autókra, lovasszekerekre pattant a város apraja nagyja, majd vidám nótázással és türköléssel kísérve elindult a felvonulás a főtérről, az Arany János utcán át a főútra, majd a Bartók utcán visszatérve a főtérre. A színpadon szórakoztató programok követték egymást, bemutatót tartottak a Diamant Tánciskola, majd a West Side TSE táncosai, az Ümmögő Néptánc Együttes, majd Szutor István gitárkoncertjét hallhattuk.
Volt ugrálóvár, kreatív játékok gyerekeknek és felnőtteknek egyaránt, kürtös kalács, vattacukor és popcorn, sült kolbász, hurka és hamburger. Lehetett lovaskocsizni, pónilovagolni, pingpongozni, csocsózni, és finom sajtot kóstolni a répcalaki sajtmesterek jóvoltából. Szép idő, klassz rendezvény! Múlt szombaton a Répce sportcsarnok adott otthont az U10-es kézilabda bajnokság 5. fordulójának, mely 8 csapat részvételével zajlott. Lányaink 2 meccset játszottak, övék volt a rendezvény első találkozója, melyen a csornai Ese ellen vívtak, majd a második ellenfél 11 órakor a Moson-Magyaróvár gárdája volt. A csajok a megszokott lendülettel vetették bele magukat a játékba, és fáradhatatlanul küzdöttek. Mindkét meccsüket sikerrel abszolválták. Ennek a korcsoportnak ez volt az utolsó fordulója. Sós Nikoletta edző kiemelte, a bajnokság során rengeteg segítséget kapott Lengyel Klaudiától, a felnőtt csapat játékosától, aki egyetemi tanulmányai mellett jelenleg edzői képzésben vesz részt. A fiatal játékost nagyon megkedvelték a kislányok kedvessége, tanulói és sportolói attitűdje jó példaként szolgál számukra. Az edző hálás az önzetlen segítségért, melyek Klau őt és csapatát a szezon során támogatta. A csapat tagjai Mészáros Szonya, Hornyák Dorottya, Szekér Emőke, Horváth Júlia, Varga Lilien, Varga Zsófi, Szalai Gréta és Bődi Kis Johanna. Kézilabda utánpótlás csapataink közül 3 együttes utazott a múlt hétvégén. Az U14-esek Zalaegerszegre mentek, ahol mindkét meccsüket sikerrel abszolválták. A Szent Gotthárd ellen 19-24, a házigazda Egerszegi KK ellen pedig 22-14 arányban nyertek. Az U12 Lipótra utazott, ahol 2-szer játszottak a jó erőkből álló Moson-Magyaróvár ellen, a győztes mindkét alkalommal az ellenfél lett. Az ifjúsági együttes a hasonló erőkből álló Szese ellen lépett pályára Győrben. Az MKS honlapján látható, hogy a 23-as félidőt követően 29-28 lett a végeredmény, vagyis bár a második játékrészt nyerték a lakiak, összességében 1 gólos vereséget szenvedtek. A szezont 2 hazai meccsel zárja ez a korcsoport, az ellenfelek a Celldömök és a Sárvár csapatai lesznek. Labdarúgó csapataink a Szeleste Pósfa együttesei ellen léptek pályára idegenben. Az IFI 5-0 arányú vereséget szenvedett a középmezőnyhöz tartozó ellenféltől, a felnőtt gárda pedig döntetlen eredménnyel pontot hozott Szelestéről. Hétvégén hazai forduló lesz a Gencsapáti együttesei ellen. Az U14-es labdarúgó bajnokság 18. fordulójában a tabella utolsó előtti helyezettje Jánosháza csapata látogatott kedden délután Répcelakra, így joggal táplált győzelmi reményeket a szép számú közönség előzetesen. Nagy meglepetésre azonban az ellenfél azonnali rohamait csapatunk nem tudta hárítani. A 11. percre már 4 góllal vezetett az ellenfél, mire végre összekapta magát a hazai csapat, és Dénes Máté révén válaszolt. Ezt követően szinte percenként estek a találatok, a Répcelak és a Jánosháza is 2-2-t bepakolt még az első játékrészben. A második félidőre Kovács Gábor edzőkisé átrendezte a csapatot, előre küldte Halász Martint, és ez kiváló húzásnak bizonyult. Martin fáradhatatlan kitartása és lelkesedése 2 találatot jelentett a csapatnak, és új lendületet hozott a játékukba. Tamási Kristóf büntetőt fogott. Bár kaptak még 1 gólt, de beszédes adat, hogy ezt a játékrészt 2-1-re megnyerték. Ha az első 10 perc zavarodottsága nincs, akkor az első félidő mérlege is döntetlen. Utólag persze könnyű okosnak lenni, de úgy tűnik, aznap kissé az öltözőben maradt a csapat, és mire eszméltek, már késő volt. Jövő héten Söptére utaznak, akik pont előttük pozícionálnak a tabellán. Ha a második félidei játékot tudják átmenteni,
akkor bizony van esély a pontszerzésre. Mai műsorunk véget ért, valamennyi munkatársam nevében köszönöm megtisztelő figyelmüket. Friss hírekért, információkért kövessenek ezután is minket, figyeljék a Képújságot és a Répce TV Facebook oldalát. Találkozzunk legközelebb is, viszontlátásra! A Répce TV szerkesztősége tisztelettel mond köszönetet mindazoknak, akik megtisztelnek bizalmukkal és támogatásukkal minket. Köszönjük alapítónknak, Répce lakváros önkormányzatának és személy szerint Szabó József polgármesternek a töretlen bizalmat. Hálásak vagyunk Csorbáné Farkas Teréziának, hogy a Szabeki Divat mindig rendelkezésünkre bocsátja a felvételekhez szükséges öltözékeket, ékszereket. Köszönjük Kovács Erikának, hogy az Erika Virág Ajándék Kft. Biztosítja számunkra a stúdió dekorációját. Vargánék Lebik Hajnalka a Bindvíd Szépség stúdióban hosszú évek óta készíti a bemondó frizurát, köszönet érte. Szintén köszönjük a Cell Kábel, a Celldömölki Kábel Televízió mindennemű segítségét működésünkhöz. Hálásak vagyunk a Savencia ZRT nagylelkű támogatásáért. Köszönettel tartozunk az Abért Autó Kft. Partneri együttműködéséért. Szívből köszönjük a Répcelek és Vidéke Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., a Renovo üzlet, a Prima Optika és a VIS Trans hosszú évek óta tartó segítségét. Nagyon szépen köszönjük Kis János és Kis Dávid egyéni gazdálkodók régóta tartó támogatását. Nagy öröm számunkra a Horváth Westbau Kft. És a Lakoma étterem bizalma is, köszönet érte. Köszönjük a CRS Group Kft.-nek a dekoratív és kényelmes munkaruházatunkat. Hálásak vagyunk legnagyobb hirdetőink a Rába Patyi Tetőbolt üzlet, a Resti Pizza, a Sárvári Szőnyeg Centrum és Matracház, az Emmer Ablak, az Ínyenc Húsbolt, valamint Molnár Erik és Szabó Norbert vállalkozók bizalmáért. Köszönjük a támogatást!